Hazaik darabkák 56-ról. A magyar szabadságharcosokról fogunk beszélni, nem véletlenül, hiszen létezik az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége. És nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Sánta Gábor elnök urat, aki a Világszövetség elnöke. Üdvözlöm! Kezi csókolom! Én is szívem meleg szeretetével köszöntöm a nézőket, és örülök, hogy ide kerültem, és megoszthatom gondolataimat a nézőket éppen azért is, mert az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója van. Igaz, a pontos évfordulók elteltek, de itt emlékévről van szó, és 2017. június 30-áig még kötelességünk megtenni mindent. Kezdjük valahol az elején. Voltak a szabadságharcosok, a pesti srácok, lányok. Tulajdonképpen mi hívta életre a szövetséget? Mi volt a cél? A szövetség hosszú múltra tekint vissza, és nem is Magyarországra. Chicagóból indult el. Az elődöm viszontagságos úton keresztül jutott oda, illetve itthon letöltött vagy 6-8 év börtönt is, mire aztán 56-ban ugye kijutott Amerikába, és a család segítségével ott az Aranybika vendéglőt üzemeltette, ez a magyaroknak a mekkája volt, és a leghíresebb magyar személyiség. Ott volt a Puskás Öcsitől kezdve a Bangó Margit, Simándi, József Viktor, művészek, színészek, sportolók. És 89-ben az újratemetésre hazajött, és 90-ben hazatelepült. Megalkották az igazolt Magyar Szabadságharcosok Világszövetségét. Én körülbelül 17-18 évvel ezelőtt csatlakoztam hozzá. Nem is ott kezdtem végső soron, ugye zsebújságíróként egyik országgyűlési képviselő jelöltnek dolgoztam, aki a Pofosznak alelnöke volt, és a véletlen úgy hozta, hogy megismerkedtem ugye az igazolt Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége elnökével, és azt sem tudom, hogy ott ragadtam. Ő 3,5 évvel ezelőtt meghalt, és én már nem helyeseltem ezt a nevet, meg nem is tudtam tartani. Igazolásokat mi nem tudunk kiadni, egyrészt fiatalabbak is vagyunk valamivel, illetve nagyon nehéz, amikor a hőstettek úgy szaporodnak, mint ugye régen a partizán cselekedetek voltak, egyik a másikat igazolta. Az volt az első teendőnk, hogy megbeszéltük ezt a tagsággal, és akkor 3,5 évvel ezelőtt 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége lettünk. Sajnos sok az ilyen szövetség, Magyaros Világszövetség, akkor 56-os mondanak ilyen-olyan, de én úgy érzem, hogy tetteinkkel, azzal a munkával, azzal az érték megőrzéssel és értékteremtéssel, amivel mi foglalkozunk, úgyhogy rövidesen már nem fognak bennünket összekeverni a többi 56-os szervezettel. Akkor még egyszer elmondom a teljes neve, tehát az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetsége. Mit csinálnak, mit tesznek, hogy fogják össze, és kiket fognak össze, bajtársakat? Hát először természetesen, amikor megalakult, ugye a bajtársakból, és próbálták őket igazolni, mint mondottam, ez nem volt olyan könnyű dolog. Azóta már a hajdani pesti srácok és lányok ősz öreg emberé nemesültek, vagy már nem is élnek, és nagyon nehéz lenne őrájuk számítani. Sajnos egyre kevesebben vagyunk, egyre több gyászjelentést hoz a posta, és egyre több temetésre járunk. Természetesen még mindig azért vannak élők, és a céljaink között azért szerepel, hogy a még élőkön például segítsünk, az érdekeiket képviseljük, de
mindenféle támogatás, kórházba látogassuk őket, de egyre kevesebben vannak, és inkább már ugye áttérünk arra, hogy felkutassuk az emlékeiket, az emlékeket megőrizik, vannak még mindig, akik jeltelen sírva vannak, vagy nem tudni, hogy hol feküsznek, és az emlékmegőrzéshez természetesen hozzájárul az is, hogy úgy állítsunk emléket, hogy aki megérdemli, akkor legyen szobra, emléktáblája, különböző emlékhelyeket alakítunk ki, akkor különböző alkotásokat, visszaemlékezéseket készítünk a még élő bajtársakról, könyvek jelennek meg, kiállítások, és mindent megteszünk azért, hogy méltó emléket állítsunk a bajtársaknak. Mindenki ismeri, hogy a Korvin körül mennyi emléktábla van, talán kettő kivételével. Mindet mi állítottuk, illetve az előd szervezet, és hát ez már egy szabadtéri múzeum. Nagy örömmel szemléljük, amikor október 23-án az iskolás gyerekek oda jönnek és keresik azt, hol van például Iván Kovács szobra, most díszpolgára le a 7. kerületnek, és oda helyeznek egy virágot. Én is jártam arra, és olyan szép volt, tele volt szalagokkal, mécsesekkel, virágokkal. Tényleg szinte egy zarándok hely lett. Így van. És most helyeztük el az utolsót általánosságban, mert már talán megfelelő hely sincs, de ez az emléktábla mindenkinek szól. Tehát az elesett hősöknek, a megkínzott mártíroknak, a sortüzek áldozatainak, a megnyomorítottaknak, az árván maradottaknak. Úgyhogy azt hiszem, hogy méltóan befejeztük ezt az emlékév kapcsán, de most már az lesz a feladatunk, hogy akkor kijárjunk és gondozzuk, illetve hát van feladat a emléktábláknak a karbantartásával is. Azt hiszem, a céljaink közül ez egyik legfontosabb, a jövő felé fordulni, és hát a jövőnk az ifjúság. Nagyon-nagyon sokat teszünk azért, hogy 1956 örök és fénylő példa maradjon a magyar és a világtörténelemben. Nem engedhetjük azt, hogy a magyar csoda, ami a világot bejárta és megrengette, az a gyönyörű 12-13 nap, amikor diadalmasan lobogott a lyukas zászló, az nem lehet, hogy a feledés homályába merüljön. Be kell, hogy épüljön a következő nemzedékek mindennapjaiban. És hogy tudják megszólítani a fiatalokat, és átadni nekik ezt a sok tudást, emléket? A legfontosabb dolog az, hogy az ember az érzelmekre hat. Minden ennek az alapja. És a bajtársaink, tehát kihelyezett történelem órákat tartanak. Schröter Tibor 84 éves alelnökünk. 108 helyen volt már a Vándor kiállításával, most kiegészítettük, néha képeket is visz, amit 56-os versek ihlettek. Az 56-os versek meg az októberi tűzvirágban vannak meg. Erről is szívesen beszélek, mert ez is a mi tartom. Gyermekünk tulajdonképpen az egyik gondolatom ez volt, hogy ha egyszer lehetőségen lesz, akkor megjelentetjük. Ez egy irodalmi antológia, a börtönversektől, meg a 56 előtt, 56 dicsőségét taglaló versek, illetve a külföldi reakciók vannak benne. Ez egy hiánypótló. Éppen most jött igény arra, hogy bővíteni kellene és ki kellene adni. Ennek a szerkesztését fölvállalom, mert sajnos egykori jó barátunk, aki meg kell említenem a nevét, aki szerkesztette, Hósa Csaba, a Magyar Újságíró Közösség alapító elnökét kértem fel a szerkesztésével. Most a bővített kiadást, hát azt hiszem, hogy fel kell
vállalom. Mivel sajnos Csaba már nincs köztünk, távozott közülünk. A magyar újságírók. Én látom, hogy ebbe regény részletek is vannak, Németh László. Igen, de jobbára inkább jegyzetek, meg versek, meg például a külföldieknek a reakciói. Na most ez az alapmű. A Tűzvirág kiadta a címet. Tessék elolvasni a végén. Itt van a Tollas Tibornak a verséből, azt mondja, a túlélőkből idézünk, azért is ragaszkodtam hozzá, hogy a hátulján itt legyen. Feldúlt sírjukon mécses, október tűzvirága, a holtak jogán kérdez, választ már mit se várva. Innét ered a cím, és így lett októberi tűzvirág, na és aztán folytatom tovább, ugye rajzpályázatot hirdettünk, hogy egy-egy vers milyen gondolatot vált ki a középiskolásokból. Tehát akkor itt már fiataloknak is készítenek, vagy adnak lehetőséget. A fiataloknak is adtunk lehetőséget, és ragyogó munkák jöttek be, különösen a művészeti szakközépiskolából, és rajzkiállítással járjuk az országot októberi tűzvirágok címmel, kiejtett történelemórával együtt, akkor élménybeszámolóval, fantasztikus hatással van, ami óriási siker volt, egy művészeti naptár, minden hónapban, a hónapra egy jellemző vers, és a verset, az ihlető alkotónak a neve is, hogy a képe föltüntetve, és úgy mellette minden hónaphoz. Például ugye a Krizantin, azt nagyon jól tudjuk, hogy ugye az mondják, őszi virág. Hogy őszi virág, és Utasi Józsefnek a egyik verséből ez egy díjnyertes kép is lett, úgyhogy nem csak azért, mert igyekeztünk azért méltányolni a kis művészpalántáknak a munkásságát, hanem úgy éreztük, hogy ennek a képnek eszmei, sőt, olyan értéke is van, hogy nem csak ugye a naptárra föl lehet tenni, és azt mondják, hogy ez egy siker és teri találat. Hát ezt azért meg kell itt említeni, hogy a művészeti alap is támogatta, és a szerkesztésben hogy akkor bevontuk őket. A következő lépés lesz ezekből a rajzokból és a versekből most egy albumot készítünk. Uh-huh. Itt azt is el kell mondani, hogy a nagyon-nagyon dicsérendő és jól sikerült a 60. emlékév, bár ugye, mint mondottam az elején, nincs még vége. Példátlan összefogással készült az ünnep. Ugye nyertünk pénzt az emlékbizottságtól, ugye mi tudod dolog, hogy... Önöknek is kell pályázni ilyenkor? Nekünk is kell pályázni, hogy 10 fillérig elszámolni, és hát megéri azt, mert általában maximum több témában lehetett pályázni 5 millió forintig, és azt hiszem, hogy egyedül a filmre ugye nem pályáztunk, most már bánom, mert ugye meg lehetett. Ha olyan, jöttek például hozzám. Kár, hogy későn találkoztunk. Igen, kár, hogy későn. Jöttek, hogy nyertünk ugye 5 millió forintot, ajánljak riportalanyokat, és olyan riportalanyokat ki tudtunk adni, akinek a sparimacs a fotóját a világon szeljen röpítette 15 éves kislányként, teljes kannába barátnőjével, ugye forradalmának viszi a képet, Pongrácz Gergely múzeumában is ott van, nagyban, az újságban is. Ez onnél tudom, hogy én Dunántúl Aténjében születtem, és nagyon szeretem is pápát, és Újvári Anna ott lakik, ez a kislány. Ők úgy kerültek oda, hogy korábban voltak, csak ugye a papája azt gondolta, talán el tud egy kicsit rejtőzködni, pápán nem. Elvitték, és itt van a 301-esben, ugye föl is akasztották. Annyira megjegyeztem a nevét, meg kell, mert nem mindennapi volt, egy Horváth József nevű rendőrtiszt ment a papát letartóztatni, meg elvinni, és vinni akarták a kislányt is, akinek ugye a fotója ott volt, és azt mondta, menjetek majd egy gyerekhez még.
és így Újvári Anna még most is ott él pápám, és azért tulajdonképpen a pápai kivégzett mártírunknak tekintjük. Ott is van szervezetünk, a Újvári Józsefet. Mindezek mellé a szövetség kiadott egy újságot is, rendszeresen megjelenik, nagyon szép, a neve Lámpás. Szándékosan választottuk azt, a Gárdonyi Géza lámpása után, legyen lámpás, és próbáljon ugye utat mutatni, megvilágítani a célt is, de visszafele is világítson, mert azért végsősorban, hogyha nem ismerjük a múltunkat, akkor nem tudunk javítani, mert akkor nem tudunk jövőt építeni, és ilyen gondolatok vezéreltek bennünket, amikor választottuk a címet. Ugye rólunk szól, 56-ról szól, a múltról szól, eredményeinkről, a sikereinkről, hírek, illetve... Látom, eszék vannak benne, történelmi visszatekintés, vagy éppen, hogy a szövetség merre jár, milyen eseményeken vesz részt. Természetesen láttam nagyon sok helyen koszorúzni önöket, nagyon sok helyen találkoztunk. Erre feltétlen súlyt fektetek, hogy legyünk ott. Egyre több szervezet csatlakozik hozzánk. Egyet tudok mondani, az a szellemi erő, az a szellemi műhely, ami a mi világszövetségünkben van, olyan, hogy nálunk nincs etikai bizottság, csak egy, ami kötelező, a számvizsgáló bizottság. Ahol etikai bizottság van, meg etikai ügyek, meg nem tudja elintézni az ellenzék, én mágis azt mondom, hogy nem kell itt annyiféle bizottságot csinálni. És visszatérek oda, hogy oly széles skálán mozgunk, hogy nem is tudom, hogy mivel kezdjen. Mérnök, stewardess, közgazdász, gépész, mechanikus, de nem csak a diplomásokra gondolok én, író, költő, hanem egyet azért kiemelnék. Mondhatnám, hogy nyomasztó többségben vannak itt a tagok között, ugye a tanárok. Uh-huh. Hát akkor tetszett kérdezni azt, hogy szólítjuk meg a fiatalságot. Könnyen. Könnyen, most is hirdetünk ugye versmondó versenyt, rajzpályázatot, és járjuk az iskolákat. És persze a szövetség elismeréseket is ad, hogy kiknek? Hát erre lennénk kíváncsiak. Hát akik arra érdemesek. Minden kitüntetés mögött sok munka van, meg természetesen van valami, amikor úgy érezzük, hogy ezzel még talán ösztönünk is. Értékes kitüntetésünk a 56-os Hűség a hazához érdemkereszt, a Hűség a hazához érdemre nagy keresztje, és nagyon szépre sikeredett, a 56-os lovakkereszt ezüst és arany fokozata. És ezek a gyönyörűségek itt vannak az asztalon előttünk, és meg kell, hogy mondjam, hogy önök is ismernek már innen a Te a Glóriával műsorból olyanokat, akik részesülhettek egy-egy ilyen kitüntetésben, és ez nem más, mint az Andrássy Duó szerzőpáros. Miért kapták? Nagyon-nagyon örülök, hogy megemlítette a nevüket, hisz a Sír a téli éjszaka című drámai, 56-os drámai daljátékkal végig járják részletekkel az országot, illetve a 18. kerületet nem hagyhatom ki ott, mert ugye Ugi Attila polgármester úr, meg Galgóczi alpolgármester is nagy szeretettel van a szerzőpáros iránt, és ott művelődési házakban is ugye fölléptek, bemutatták. Nagyon örülök annak, hogy a Hűség a hazához érdemkereszt birtokosa, Andrássy Krisztina és Andrássy Frigyes, nem csak, hogy nagyobb darab, de nagyobb a kereszt is, tehát a Hűség a hazához érdemre nagy kereszt kapta meg. Volt szerencsém most a 3-án, 4-én is látni az Operaház zenei centrumába, és elvittünk 10 éves gyereket is. És bizony azért van tanítani való, mert nem értették, hogy egy lukas zászlóért ugye elviszik a házigazdát. Azon kívül nem adunk ki sok keresztet, természetesen a 60. évforduló miatt azért többet, mert nem szeretnénk, hogyha devalválódna, de nagyon sok művész, politikus, kormánytag is birtokosa ennek a kitüntetésnek, és nem egyszer láttam
például a kitüntetés Lajstromát, Tudományos Akadémia egyik elnökének, és ugye ott volt benne a mi kitüntetésünk, a legnagyobb kitüntetésünk a elismerései között a felsorolásban. Kérem, nézzék a honlapunkat, 1956 MSVS, amiben az összes tevékenységünk megtalálható, és sok érdekességgel gazdagodnak. Mi pedig azzal zárjuk ezt a mai beszélgetést, hogy tekintsék meg a Síra téli éjszaka egyik legfelemelőbb jelenetét. Magyar nemzet harmadszor is megmutatta a világnak, hogy mire képes! És hidd el, az 1956-os magyar forradalom csillaga is örökre fényesen ragyog majd a világ történelem égboltján! Vendégem Radics Géza, 32-ben született Magyarországon, és tulajdonképpen élhetett volna egy teljesen átlagos magyar életet. Iskolába jár, felnő, dolgozik és családot alapít. Azonban ez nem egészen így történt, hiszen élete tetőpontján kitört az 56-os forradalom. Úgyhogy azt járjuk körbe, hogy vajon mi is vezetett odáig, hogy ő maga is részt vegyen a forradalomba, és mi történt azután. Szeretettel köszöntöm Radics Gézát. Köszönöm szépen a meghívást. Hogy egy kicsit megismerjük, hogy hol született, milyen családba, milyen gondolatokkal indult el a nagybetűs életbe. Somogyi születési vagyok, egy kis falucskába, Bodrog község, Kaposvár és Fonyód légvonalába. Fonyódtól körülbelül a 30 km, Kaposvártól 20 km,
Abban az időben körülbelül 800 lakosa volt ennek a kis községnek. Az állami iskola természetesen abban az időben működött, ma már sajnos nem. Annyira megfogyott a kis falucska lakossága. Az édesapám földműves volt. Ha jól emlékszem, körülbelül 13 holddal kezdte. Ő kulák lett, én pedig osztályidegen rajta keresztül. Hát igen, a gyerekeken ugyancsak megtorolták azt, ha a papa. Igen, hogy úgy mondjam, az iskolák lényegében bezártak előttem. Szakmát tanultam, Budapesten jöttem, és a kőványai szerszámgépgyárba dolgoztam. Tehát kénytelen volt egy-két kezi munkát választani. Úgy van, úgy van. De gyermekkorom óta szerettem olvasni, főleg történelmi munkákat. De sokkal fontosabbnak tartom elmondani azt, ami 1956 nyarán történt. Szájról szájra járt a hír, hogy a szovjet csapatok Magyarországról is kivonulnak. És ön hogy érezte magát tulajdonképpen abban az időben Magyarországon? Tehát zavarta önt az a társadalmi berendezkedés? 56 nyarát úgy tudom jellemezni, legalábbis Budapestet, mint egy fölbojdult mékas. Minden nap történt valami jó. Tele volt a lelkünk újongással, hogy itt minden megváltozott, és a jó irányba haladunk. És amikor bármilyen rendelet alapján a déli határ, tehát Jugoszlávia és Magyarország közötti határzárt, műszaki határzárt lebontották, akkor az már sokat mondott. Amikor befejezték, akkor az osztrák-magyar határral lebontották a határzárat. Tessék elgondolni, a Szovjetunió teljes terjébe, a szovjet katonák még itt vannak, de beszélnek arról, hogy esetleg kivonulnak. Tehát ez óriási változás. És arról beszéltek, hogy Magyarország és Ausztria között nyugati mintájú határátkelés lesz. Ezek csodálatos dolgok voltak. Tele volt a lelkünk újongással és reménykedéssel. És ebbe szólt bele 56. Akkor azt hittük, hogy mit csináljuk. Nem mit csináltuk. Hanem? Minket beugrasztottak. A többit már mit csináltuk, fiatalok. Minket beugrasztottak, mert valakik, valószínű Magyarországon is, valószínű a Szovjetunióban is, nem tetszett nekik. Én a kommunistákat két fő csoportra osztom. Az egyik a népiek. Ezek szívük szerint magyarok voltak. Talán csak azért léptek be a pártba, mert abban az időben az volt a divat, vagy kellett. Ugye a másik a sztálinisták. És a sztálinisták Sztálin halála után úgy hátraszorultak, bár a felső vezetésben még ott voltak. 1956. július 13-án Khrushchev kiküldött a csatlós országok vezetőinek egy tájékoztató levelet. És ebben a levélben azt írja, hogy a Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság között tárgyalások folynak a Németország egyesítéséről. Ha 56 nem történik, ma egy egész más Magyarországon élnénk, és az egész európai, sőt a világpolitika egész más lenne, ebben biztos vagyok. Hát az biztos, hogy akkor a világpolitika is más lett volna. Ön kinn is volt az utcákon? Tehát köztük volt a fiatalok között? Fegyvert fogott? Én a harcokban is részt vettem. Önök egymással mikről beszélgettek? Akkor? Akkor az volt az, hogy hol tudunk rajta ütni a szovjet katonákon, hány tankot tudunk felrobbantani, a tisztikocsit kilőni, akkor ez volt a téma. De találkoztak valahol? Tehát voltak-e ilyen operatív megbeszélések, vagy ilyesmi? Mert mi ezt már nem nagyon tudjuk elképzelni. Jöttek különböző hírek, hogy itt-ott állomásoznak a szovjet tankok, és akkor mi azokat megközelítettük. És tüzeltük rájuk, hogyha meg tudtuk eléggé közelíteni, akkor molotov koktélt dobtuk rájuk, mert végső fokon az volt a egyik leghatásosabb és a legegyszerűbb módszere egy tankot kiégetni. Én részt vettem ilyen támadásokban. Na most ezekről a hősiességekről hallunk, de úgy belülről nem féltek? Vannak, akik félnek, és mégis teszik, és vannak, akiken a félelem később jön ki. Én ezek közé tartozom. Tehát ott csak azt érezte, hogy kell menni küzdeni? Én csak ellenséget láttam. És az ellenség tűnjön el ebből az országból. Ez volt, ami engem és nagyon sokakat vezérel. Elmondom, hogyan is kezdődött ez. 24-én reggel, amikor fölébredtem, fegyverropogást hallok. Te jó Isten, mi történik itt? El nem tudtam képzelni. Gyorsan magamra kapkodom a ruhát, kimegyek az utcába, ez kőbányám van.
a Hölgy utcába. Emberek kinn az utcán, ott újonganak, kitört a forradalom, némelyek sírnak, igen. Aztán valaki mondja, hogy az Alkamáté téren, most Liget tér, a Kőbánya vasút mellett, hogy egy teherautó viszi be a jelentkezőket, a harcosokat belvárosba, akik akarnak harcolni, segíteni a bentieknek. Hát nem, nekem se kellett több. Oda megyek, hogy felugrok a teherautóra. Mit látok? Durva. Agyvelőtt kilocsanyva, vértócsát. Egy pillanatra meghökkentem. A következő gondolat, ha forradalom van, akkor emberek halnak meg. Tehát az, hogy én meghallgathatok, az eszembe se jutott. Én nagyon csodálom azokat, nyilván nőlétemre nehezen képzelem el, hogy én menjek az ellenség fele, bár tudjuk, hogy 56-ban sok nő is harcolt. Említette, hogy tulajdonképpen a fiatalok azután kapcsolódtak bele, tehát valaki beugrasztotta az embereket, de utána azt mondja, hogy nagyon sok fiatal. 23-án este diátüntetés volt. Tulajdonképpen az egész tüntetés sorozat azért kezdődött, mert Lengyelországban volt a mozgolódás, és tulajdonképpen az első jelentős csoport a Bemszoborhoz vonult föl. És ugye ott a lengyeleket éltették, hogy ők is szerettek volna tulajdni a szovjet csapatokon. És ezután a Műszaki Egyetemen ott fogalmazták meg a 16 pontot, és mentek a rádióhoz, hogy azt beolvassák. Uh-huh. És a rádiónál, ami történt, a tüntetők közül beengedtek, jól emlékszem, 6-ot, én nem voltam ott, ez a 23-án este van, és nem engedik ki őket. És a nép akkor kezdett követelőzni, hogy hol vannak ezek a fiatalok, nagyobb rész fiatalok voltak a tüntetők, de voltak középkorúak is bőségesen. És ekkor belelő az ávós a balkonról belelő a tömegbe. Na most nálunk, ebben az esetben mondom nálunk, mert ezek, akik 23-án ott voltak, szintén ebben a csoportban tartoztak, csak én nem voltam ott. Nem voltak fegyverek. Itt senki nem készült a forradalomra. Miután az ávósok belelőttek a tömegbe, körülbelül 8 óra felé este, akkor valaki elkiáltotta, hogy menjünk a fegyvergyárba, a soroksári lámpagyárba. Fegyverekért lámpagyárnak hívták, de az egy fegyvergyár volt. Amikor odaérnek, egy öreg ember van, amelyet rendszeresen az AVH-sok őriztek, természetesen. Nincs őrség. Egy öreg ember van, és egy takarító lány, aki megmutatja nekik, hogy hol vannak a fegyverek. És így kerültek a fegyverek a szabadságharcosokhoz. Kinek a terve volt ez, hogy ne legyen őrség? Óriási kérdőjel. Tehát itt mutatkozott ki igazán, hogy ezt az egész dolgot valakik előre elgondolták. Mi nekünk fogalmunk nem volt ezekről a dolgokról. És azok néhányan, akik utána néztünk ennek, mi megtaláltuk a nyomait. Uh-huh. Mi megtaláltuk a nyomait, igen. Mert nem csak a soroksári nem volt őrizet alatt, hanem a többi helyek is. És voltak olyan helyek, ahol a jó indulatból, vagy szintén ebből a meggondolásból átadták a fegyvereket a szabadságharcosoknak. Menjetek csak, lőjetek, hiszen az kell, hogy minél többen meghalljatok. Mert nekünk nem a modern fegyverek kerültek a kezünkbe, nem a géppuskák. De ön szerint direkt a halálba küldték őket, vagy inkább a forradalmat akarták segíteni azzal, Nem tudom. Ezek, akik átadták a fegyvert, hogy őnekik mi volt az igazi szándékuk, nem tudom. Uh-huh. De hogy a fegyverraktárokat szándékosan hagyták őrizetlenül, az biztos. Na most mondta, hogy ön 23-án nem, de 24-től harcolt. Meddig vagy? Az utolsó jelenet, a felvonás volt, amiben bent voltam, ugye Kőbányán voltam elszállásolva, az a 3-án, november 3-án, 4-ére virradó éjszaka. Megint én sportoltam annak idején, és amikor a fegyverek elnémultak, akkor kiszoktam menni a Népligetbe, hogy kicsit meglazítsam a izmaimat. És a vasárnap reggel 4-én, amikor megkezdték ágyúval lőni
a szovjet csapatok Budapestet a város széléről belvárosba. Ugye erről nagyon sokat tudnak az emberek, és hogy milyen borzalmas dolog volt. Tehát újraindul minden, egészen más körülmények között, és én megint kimegyek az Alkára, így balra nézek, és lehetett látni a kőbányai kommunista pártházat. És ott egy csomó fiatalt látok. Oda megyek hozzá, hogy fiúk, mit csináltok itt? Hát azt mondják, hogy várjuk az orosz tankokat. Na jó, akkor ez nekem való hely. Hát tulajdonképpen a negyedikéről ötödikére viradó éjszaka volt az, amiben utoljára részt vettem egy a fegyveres támadásba. Na most Kőbánya nem volt alkalmas arra, hogy hosszú távon a Molotov kaptélja, harcoljunk a háztetőről ledobálni, de azon az estén megsemmisítettünk egy tisztikosit, egy terrorautót és egy tankot. Ugye ekkor, amikor az ember látja, hogy az égő tankból ruhájukat égve ugrál ki a személyzet, sokan biztos elkeseredtek, én megint más beállítottságú vagyok. Tehát nem ölni akartak igazán, amikor hanem... Amikor a szerencsétlenek ugráltak ki, én az ellenséget láttam benne, és lőtem. Háború, szabadságharc, az könyörtelen dolog. Utána nagyon sokszor elgondolkodok azon, hogy embert öltem. Ami nem egy kellemes érzés. De ez megint egy pillanati helyzet, egy pillanati lelki állapot, és amikor egy nép szabadságáért harcol, akkor nagyon sok mindent félretesz. Még azok is, akik félnek. Én azok közé tartoztam, akik nem féltek, de utána jött ki rajtam. Amikor remegtem. És amikor megtudta, hogy mindez ráadásul hiába való volt, hiszen nem sikerült a forradalom, akkor mi történt? November közepén jönnek a hírek, hogy menjünk be a munkahelyekre, mert a munkát fel kell venni. Én is bementem a kőbányai szerszámgépgyárba. A gyárvezetői elmondják, hogy vegyük fel a munkát, ennek vége van, termelni kell. Van egy fiatal ember, ha jól emlékszem, márom körülbelül 4 évvel idősebb, felesége és egy kisgyereke is van. Felszólal, hogy amíg a ruszkik itt vannak, addig sztrájk. Megint. Tehát nem én voltam az élkolompos, de én mindjárt megtámogattam. Amíg a ruszkik itt vannak, addig ne vegyük fel a munkát. Síri csend. A pártitkár itt ült mellettem. Utána kezdtek az emberek felállni, kivonultak és elmentek. Na most a gondolatok így jöttek. A pártitkár ezt hallotta. Nem ismertük rossz embernek. De ebbe a helyzetbe neki jelenteni kellett. Ha nem jelent, akkor valaki más jelent, és ő van bajba. És ez van a november a 12-13-14, valahogy így. És november a 21-én éjszaka, 22-re véradó éjszaka, úgy éreztem, hogy a talpam alatt ég a föld. Választanom kell, maradok, és vállalom azt, ami történik, vagy kimegyek. Tehát erre egy megtorlás következett volna, börtön... Igen, mert kerestek. Tehát volt jelentés rám. És a házmester is tudta, hogy én mibe vettem részt. Úgyhogy ez nem volt titok. És engem kerestek, igen, ha itt maradok, legkevesebb a börtön. És akkor volt, aki tanácsolta, hogy menjen? Nem. Én úgy érzem, hogy én gyakorlati ember vagyok. Én mindig tudtam, hogy hol a helyem, mit kell csinálnom egy adott esetben. Itt is láttam, hogy nincs kiút. Sokan kimentek kalandvágyból, nekem soha az életbe nem jutott eszembe, hogy én Magyarországot elhagyjam. Ekkor, hogy úgy mondjam, muszáj volt mennem. Ha nem mentem volna, most biztos nem ülnék itt. Vagy nagyon szerencsés lennék, ha itt ülnék. Amikor átléptem a határt, az egy olyan megkönnyebbülés volt. Salzburgba kötöttünk ki, egy volt amerikai táborba, ott bementem az amerikai követségre. Nekem halvány fogalmam nem volt arra, hogy hova menjek. Érdekes módon az történik a harmadik vagy negyedik napon.
ezek a fiatalok, akikkel a kőbányai pártházban egy éjszakát töltöttem, és ott megtettük, amit megtettünk, bejöttek a városból, és nagy hangon is láttam, hogy lehajtottak néhány pohárral is. Fiúk, hol voltatok? Hát kint voltunk az amerikai követségen. Igen. És az hol van? Menj be ezen az úton, a templomba szedbe megtalálod. Ott lejelentkeztem. Nem olyan túl sokára, talán egy hét múlva a repülőgépre kerültem, és amikor a repülőgép felszállt, az volt az a pont, amikor valami átsuhant az egész belsőmön, lelkemen, hogy elhagyom Európát. Kedves nézőink, egy ember, egy életút, egy cseppnyi történelem, és mégis Radics Gézának ez maga az élete, amit nagyon érdekesen fejezett be. Mi most megállunk evel a beszélgetéssel, hiszen ez tartozott az 56-os témakörhöz, de lesz még vendégem Radics Géza, és ott már a magyarság őstörténetének kutatásáról lesz szó.